Csak nem 200 lépcsőfokot kell megmászni ahhoz, hogy a Bencehegyi kilátó tetejére felérjünk. A 20 méter magas építményt kedden avatták fel. A környéken élők és a turisták 3 évtizedet vártak arra, hogy élvezhessék a csodálatos panorámát. A Bencehegyen ugyanis pontosan 30 évvel ezelőtt bontották el azt az olajfúró tornyot, mely egykor kilátóként funkcionált a Velencei-hegységben. A Vadex mezőföldi ZRT által építetett új kilátót Krupa Gábor és Merkel Tamás tervezte. Akit ki kell emelnünk, az Majoros Gábor, mert ő mindig szerény és mindig másokat dicsér, de valójában az ő egy személyes ötlete volt, hogyha már a Vadexnek van arra lehetősége a minisztérium jóvoltából, hogy forrásokat fordítson olyan közjóléti beruházásokra, mint amilyeneket láthatunk a sokkorói pákozdi arborétumban is, akkor bizony a Bencehegy elhanyagoltságára is figyeljünk oda és épüljön egy új kilátó. Aztán utána összefogtunk, összeállt egy nagyon jó kis tervzsűri, és nem én mondom, hanem a Magyar Építőművészek Szövetségének a zsűribe delegált tagja mondta azt, hogy a rendszerváltozás óta eltelt több mint 2,5 évtizednek, azért mondok ennyit, mert ugye 2015-ben zártuk a tervpályázatot, tehát abban a 2,5 évtizedben ez volt a legsikeresebb építészeti tervpályázat, több mint 160 pályamű érkezett a pályázatra, óriási nagy viták és küzdelmek árán választottuk ki a 3 díjazott pályaművet, és végül is a közönség szavazatokat is figyelembe véve építettük meg az önökkel szemben látható mögöttem álló, szerintem egészen különleges épületet. Engedjék meg, hogy Krupa Gábor és Merkel Tamás nevét kiemeljem, ők is itt vannak körünkben, ők a tervezők, gratulálunk nekik, mert azt az elvárás... Mert azt az elvárásunkat sikeresen tudták megvalósítani, hogy egy építészeti ikont, egy építészeti jelet, egy kortárs művészeti alkotást álmodjanak ide nekünk, ami több, mint egy egyszerű kilátó, több, mint a régi olajfúrótorony, vagy azok a fakilátók, amelyeket az erdőkben láthatunk, és amelyek a célt jól szolgálják, de itt valójában mi azt szerettük volna, hogy a Verencei tónak egy új szimbóluma is létrejöjjön, egy új szimbóluma is fölépüljön. Egy kilátó lehetőséget ad perspektívaváltásra, arra, hogy más szemszögből láthassuk a világot. Hogy észrevegyünk olyan dolgokat és jelenségeket, melyek fölött egyébként elsiklik a tekintetünk. Hadd idézzem fel egyik meghatározó filmes élményemet. A Holdköltők Társasága című filmben a Keating professzort alakító Robin Williams arra kéri diákjait, hogy egy kicsit álljanak fel a tanári asztalra, igen, bátran álljanak föl, és egy pillanatra nézzenek körbe a magasból. Szakadjanak ki a megszokott nézőpontból. Figyeljék meg, mennyire új, mennyire izgalmas arcát mutatja meg onnét a világ. Hát nem éppen ez egy kilátónak is a rendeltetése? Hogy kiszakítson bennünket a hétköznapokból, hogy új szemszögből mutassa meg számunkra a világot. Nem utolsó sorban rádöbbentsen arra, ami csak föntről, a magasból látszik igazán, hogy mennyi érték, mennyi csoda vesz bennünket körül. És mindez hozzánk tartozik. A miénk magyaroké. Ide látszik a Velencei tó víztükre, a dinnyési fertő és a Szúnyog-sziget nádasának madárparadicsoma, történelmünk legdicsőségesebb pákoszt sukorói dombjai, és ide sejlik a haditanács ékszertemploma is. A magasból körbe pillantva értjük meg csak igazán, mit is jelent nekünk ez a vidék. A kormányzat tudatosan próbálja a városban élőket közelebb vinni a természethez. Ebben óriási segítséget nyújtanak az erdőgazdaságok, amelyek turistaházakat, erdei létesítményeket hoznak létre és üzemeltetnek. 2010 óta
ez a 39. kilátó, amit felépítünk. És ezen kívül 30 kilátót tataroztunk ki. Tehát összesen a tatarozásokkal és az újakkal együtt 69 kilátó épült. A Révész Máriusnak különös köszönet érte. A másik gondolat az, hogy a kormánynak mindig is szándéka volt az, tudatos szándékunk, hogy minél közelebb kerüljön a társadalom, főleg a társadalomnak a városi része a természethez. És ebben óriási segítségünkre vannak az állami erdészetek, akik turistaházakkal, erdei létesítményekkel segítik ennek a megvalósulását. Az biztos, hogy a társadalomnak a javára válik, hogyha az emberek kimozdulnak a városból. Ki horgászként, ki vadászként, ki turistaként, de a lényeg az, hogy menjen ki a természetbe. És ezért is csináltuk úgy, hogy mindenféle létesítmény legyen érdeklődési körök szerint a madár röptetőtől kezdve, a vadasparkon át, a Bársony emlékházig, hogy a kulturális, szellemi és természettudományos, természetrajzi dolgok együtt legyenek, és akár a gyerekek, akár az idősebbek megtalálják az érdeklődési körüknek megfelelő erdei programot. A harmadik gondolat pedig az, hogy a patriotizmus, a lokál patriotizmusoknak az összessége. Akkor lehetek igazán patrióta, hogyha előbb lokál patrióta vagyok. Akkor tudom szeretni az egész hazát, hogyha tudom szeretni a szűkebb patriámat. És akkor tudom szeretni a szűkebb patriámat, hogyha ismerem. Hogyha annak a kulturális, építészeti és természeti adottságait meg tudjuk ismerni. És van-e nagyszerűbb lehetőség egy szűke pátriának, egy tájegységnek a megismerésére, mint a kilátó tetejéből, ahogy egy látványban látjuk a hegyeket, a tavat, a földeket, a falvakat, városokat. Tehát ezért azt gondolom, hogy miután a patriotizmus, a lokál patriotizmusok összessége, minden, ami a lokál patriotizmust erősíti, az jó. És ez a kilátó és ez a programsorozat, amit itt létrehoztunk, köszönet érte a megálmodóknak és a kivitelezőknek, ezt a lokál patriotizmust erősíti, ami pedig magát a patriotizmust. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg, hogy itt lehettem, és adja a Jóisten, hogy nagyon-nagyon sokan gyönyörködjenek a kilátó tetejéből ebből a gyönyörű országgal és ezen a gyönyörű vidéken. Vitai Márton őrs állami földekért felelős államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években megépült kilátók, csillagvizsgálók, kisvasutak, turistaházak több mint 15 milliárd forinttal gyarapították a nemzeti vagyont. A velencei kilátó több mint 140 millió forintos beruházásból valósult meg, amelyet a kormány 80 millió forinttal támogatott. Állami erdőgazdaságok nagyon sok közjóléti beruházást hajtanak végre. Amikor egy előző beruházás átadásán voltam, egy héttel ezelőtt akkor megnéztem, hogy 2010 előtt hány olyan beruházást adtunk át, ami közjóléti funkciót szolgált. Inkább úgy fogalmaznék, hány olyan beruházást adtak át elődeink, ami közjóléti beruházást szolgált. És bizony évi egy-két alkalmon túl nem nagyon voltak olyan események, ami a turistáknak, a magyar vidéket bakancsal felkereső magyar családoknak nyújtana élményt. 2010 óta most már több mint 160 közjóléti létesítményt adott át a magyar állam, építettek a magyar erdőgazdaságok. Ezeknek a létesítményeknek mindegyikének az a legfontosabb szempontja, hogy minél többen látogassák meg, minél többen jöjjenek el, nézzék meg ezeket a csodálatosan szép tájakat, és minél többen éljenek egészséges életmódot, minél többen kiránduljanak Magyarország erdeiben. Ezek a beruházások most már több mint 15 milliárd forint értékben gyarapították a nemzeti vagyonunkat, több mint 15 milliárd forint értékben költöttünk mindannyian közös pénzünkből arra, hogy kilátók, erdei iskolák, tanösvények, csillagvizsgálók, kisvasutak és különféle egyszerűbb letelepedőhelyek, tűzrakóhelyek vagy éppen turista jel felfestés újuljon meg Magyarországon. A kormány létrehívott egy bejárható Magyarország keretprogramot, ennek keretében bicikliutakat fejleszt,
átgondoltan nemzeti parkok, erdőgazdaságok, más állami szereplők átgondoltan, térképre vetítve készítik el ezeket a közjóléti fejlesztéseket, amik mind azt a célt szolgálják, hogy a mi életünk legyen kényelmesebb, a mi életünk legyen szebb, és nekünk legyen több kikapcsolódási lehetőségünk. Azt gondolom, hogy a számok is jól mutatják, hogy helyes úton járunk, hiszen a belföldi turizmus jelentős mértékben növekedett az utóbbi években. Összességében a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően évről évre rekordokat döntöget a Magyarországra látogatóknak a száma. Évről évre egyre többen mennek el, évről évre egyre többen vesznek részt a belföldi turizmusban Magyarországon. Azt hiszem, hogy ezek a közjóléti fejlesztések, ezek mind szolgálják mindannyiunknak az érdekét, és remélem, hogy nagyon sokan fel is keresik ezeket a létesítményeket. A torony építése 2016. júliusában indult el, de a 2017. januárjára tervezett átadás a fővállalkozó cég problémái miatt csúszott, így az építető Vadex új közbeszerzést írt ki. Az új kivitelező éveleire végzett a munkákkal.